A tavalyi évben több mint 200 ezer gyermek táborozott a nyári szünet alatt, derül ki a táborfigyelő felméréséből. Egyre több lehetőség közül választhatnak a szülők, akik, ha tehetik, valamilyen hasznos időtöltést biztosítanak a gyermekek számára. Ma már széles a paletta, amiből választhatnak a családok. Nyíregyházán és a megyében az egyik legnépszerűbbnek az ótábor számít. Évek óta hatalmas népszerűségnek örvend a nyíregyházi állatpark nyári tábora, az ósuli, hiszen itt a gyerkőcök betekinthetnek a kulisszák mögé, és számtalan állattal testközelben is találkozhatnak. Már egyszerre 200 gyermek van, őket 10 csoportra bontva, 20 fős csoportokban mennek a tematikus órákra, és hétfőtől péntekig 8-tól 4 óráig, 5 nap alatt 10-féle programmal ismerkednek meg, mint például a Kárpát-medence élővilága, az afrikai élet, majmozás vagy az Ázsia ház. A természetközeli és sportos lehetőségek mellett évről évre egyre népszerűbbek a digitális írástudással foglalkozó táborok. Ezekre már általános iskolás kortól lehet jelentkezni. Ebben az esetben sem marad ki a mozgás, a tantermi órákon kívül strandra és állatkertbe is viszik a diákokat, mondta a Logischool nyíregyházi tagintézményének vezetője. Heti egyszer jönnek a gyerekek hozzánk az iskolai tanévben, viszont hogy nyáron se kell jönni elkülözni esetlegesen a Logischoolt, nyári táborokat szervezünk, én már harmadik alkalommal, 2 sikeres nyári táboron vagyunk túl, különböző tematikában választhatnak a gyerekek, ilyen például a robotika, a hacker, a Minecraft, illetve az AppCamp, egy applikáció készítő tábor. Ők választják ki érdeklődésük szerint, hogy melyikre szeretnének jönni. Nagyon-nagyon egyszerűen fogalmazva és tömören, fél napot ezekkel foglalkoznak, ki a választott témában, fél napot pedig különböző sportszabadidős tevékenységeken vesznek részt. A nyári táborokra érdemes időben jelentkezni, hiszen évről évre drágulnak, bizonyos esetekben viszont a szervezők biztosítanak előfoglalási kedvezményeket, ami akár 10-15%-os spórolást is jelenthet, illetve testvérkedvezményeket is igényelhetnek a szülők.